Van itt térerő? Van. Na, hát hagyjátok a felsőmet, leettem. Hát, főztem, vagyis megcsináltam, vagyis kaját melegítettem, vagy mi. Jó. Jó van az. Ide Füredre nem jó. De hogy ne. Sziasztok, szia mindenkinek. Szia, szia. Na, vizu. Hogy vagytok? Szia. Mátra Füreden vagyunk. Megkérdeztem. Én is korlás vagyok. Mátra Füred. Megint eljöttünk enni egy jó gofrit. Sziasztok, egy jó gofrit. Ó, ilyen darázs volt. Jó gofrit. Jöttünk. Nagyon jó nézni benneteket. De jó, hogy itt vagy, Mónika. Sziasztok, szia, Olga. Itt vagyunk fent, esett az eső, de most már vissza jó idő van. Ja, Lindike, köszönjük a rózsácskákat. Puszi, Lindike. Láttalak ma titeket a piaccsarnokba. Igen, voltunk. Köszönöm, édesem, a kézben tart a szíved. De kedves vagy, drágám, ez sose lát semmit. Pont, mindegy, köszönjük, Lindikém. Csókollak, nagyon szép volt. Puszi csajsz, de faim vagy. Mind olyan faim csajszik vannak itt nekünk, tényleg. Szia! Szia, Ágit, Mrs. Ball. Jó, nem élem, jól mondom, de amúgy Ágica, emlékszek rá. Szia, Ágicám. Azaz. Nem láttad. Na, no, az ananászos csirkét, finom, egészségetekre, Juditkám. Örülök neki, hogy íz lett. Köszönjük, Lindi. Csókollak, Lindikém. Puszillak. Várjatok, várjál, Mira. Nagyon szeretlek benneteket. Csókolunk. Mit főztél? Tegnap csináltam sárga borsó főzeléket pörköltel. Alig ettünk belőle. Moslaktunk belőle, jó? Ma. Ja. Igen. Köszi, Lindikém, az új szíved. Megpucoltad az ablakokat? Nem, esett az eső. Még jó, hogy nem kezdtem hozzá. Jaj, köszönöm, drágám. Köszönöm a szívlej engem. Nagyon jó titeket nézni, de örülök, hogy itt vagy, Márkó. Örülünk neki. Sziasztok. Hogy vagytok? Köszönjük, jól vagyunk, Editkém. Mindenkinek nagyon szépen köszönjük az ajándékot. Köszi, Mónikám. Na, sziasztok, sziasztok. Mindjárt teszünk egy pár harapátok, már bedülök, olyan, mintha nem volna rajtam, megtartó. Na, így már jó. Pedig van adottam top is. Én is nagyon szeretem őket. Puszillag, drágám. Merre vagytok? Mátrafüreden vagyunk. Sziasztok. Egy három harapás gofri kell. Nutellásat rendeltünk, ketten megeszünk egyet. Köszi, Mari. Csóki neked. Csóki, csoki neked. Jaj, Brigittám, kedves vagy. Nem vagyok, tudjátok, olyan édesszájú, inkább a Falkó édesszájú, mint én. Ő édesszájú, mint én. Igaz. De most megkívántam a gofrit. Sziasztok, mi lesz ma a kaja? Legyetek sokáig együtt, boldogságban kívánom, ezer évig főzhess neki. De kedves amen, vagy, Erik, amen, köszönjük, amen, viszont kívánjuk. Puszi nektek, minden jótoknak. Kisfiammal nézünk titeket, csókolunk Judit, kisfiamat is. Derülünk, hogy itt vagytok. Jó, nagy tejszínhabos gofri. Hát már most mondom, süt a nap megint ki. 5:45. Megesszük a gofrit, hazakecmeredünk, még hazakecmeredünk, hazaepickélünk. No, megnézem, már hanyas vagyok. Mit mondod? Nem tudom. 32-est? Addig szólj, tesó. Szólj! Eszünk, iszunk, zsámunk haza. Sziasztok, nagyon jól néztek ki, köszönjük szépen. Jaj, de jó ez a túrókrémes nutellás, gyerekek. Nem kell sok belőle most. Egyet kérti. Egyet, nem elég. Nem úgy érte. Ja. Villát. Kettő. Na mindegy.
Jó van. Így, kérj, még egyet. Jó, de jól néz ki, Falkó, hajad, há. Na, milyen? Jöjjek inkább. Köszönöm. Szószima. Jó. Nem adnak egy kofihoz egy ilyen. Egyszer. Egyem szíveteket. Mondom, hát ketten esszük. Nem adtak. Egyem ke szívüket, milyen rendesek mi? Kivizettem volna azt a villát, még kést. Hát igen. Jó van. Ne van hangosan, mondjad már. Hát hogy ne, hogy nem tudnak adni egy villát, kést, gecit. Hát ne hülyeskedjél már. Miről beszélgetünk? Kik ezek? Azt mondták. Én meg csak tudod, én ezen csak röhögök. Viccek. Röhögni való viccek. Kész viccek. Nem adnak bélet. Azt mondta nem. Kész köszönöm. Viccek. Jó, ma majd azt mondják, hálljunk fel innen. Bánja a faszom. Nem már, ki akarom rakni a YouTube-ra. Én üdeges lettem, látod? Szépen mondom, hogy az ember azt nem tudnak adni villát, még kést. Hát most ha egyszer, de szégyenek, nagyon. Szégyen, na, buzik. Elnyi. Gyerekek. Hú, kis tényleg vagyok, máma csak üdegességet ettem. Olyan. Kanibálizék, hannibálok. Egyet már babám. Én már az arcukba vágnám ezt a tényleg. Esküszöm, oda vágnám az arcukba. Sziasztok. Köszi szépen, drágám. Legyen az ember fain, na. Legyünk fainak. Nem bír. Köszönjük, drágám, azok barmok. Jó mondjátok, nem igazuk van neked is. Kész viccek. Falkótól kaptam az ékszereket. Na, kapd be akkor ezt meg te. Hát mondom, még egy kés meg villát, hagyd kérjek már, mondom, ketten megesszük, ketten ezt. Ez nem jár, egy gofrihoz egy szett. Ez egy szett. Nem, összepiszkolom, lesz a takarítom. Igen, nem már ne legyél amitünk. De. Nem szabad. Egy évészet takarítás. Igen, itt vagyunk, Füredem. Nagyon barmok. Jó hely. Ennyi barom, nem jó ez hely. Ez is jó, mami. Ides évek ma. Nem, a gofrit akarok elni, nem hozol el. Még azt is sajnálják, nem van magukat minősítik. Sajnálják. Na most mi ez a műanyag villa, meg ez a műanyag kés, gyerekek, azt nem. Zsidó kutyák. Nem, Mátra Füred. Nem Tisza Füred, Mátra. Hozzatok magatokkal késmű villát. Megközelebb mi is hozunk, jó? Igen. Így van, azt mondja, ő venne nekik az aradomlá. Itt volna egy műanyagos bót, vennénk egy csomag villát, egy csomag kést, azt odaadnám nekik. Dobna a geci hozzá, oda, spórolna, hogy jó járjanak. Mint mindegyik, fenegyenem, spórolna. Finom, finom. Én a végén visszaadnám nekik, hogy ne je mosd el. Ja. Ja, azt csinálom most. De jó voltál, jó voltál. Azt csinálom, itt van. Mossátok, spóroljatok. De jó voltál. Lehet kiszedik a múlyokokából, azt elmossam. Mondom, hogy jó voltatok most, ezt csinálom. Úgy. Vegyél majd fel. Adom befele. Ja. Jó van. Ezt csinálom. Hoppá. Tessék. Ilyet azt kell mondd, azt kell mondd, hogy mossátok el. Na. Na. Adjátok oda valamelyiknek. Ja, bocsi. Mert nincs több belőle, jól írja, vissza kell adni nekik, okos ötlet. Visszadom. Van olyan. Visszadom. Á, nincs is, van kint kuka. Azt is itt hagyom. Itt hagyom azt is. Legalább jó, jó. Hazudnék, azt mondanám, hogy nem jó, jó. Finom gofri, nutellás krémes. Túró krémes nutellás, na, ha én is se tudok beszélni. Rohadékok rúgják a segítségbe a villát. Jó. Ja, Melinda, jó mondod, Melcsi. Jár edzeni a Falkó. Még nem nagyon kezdte el,
Már most akar. Csak sokat megy, jön, megy, szaladgál, tesz, vesz, aztán sosincs idő. Gyúrok, jó rejt, gyúrok. Sötét barnára festettem. Sziasztok, mi volt? Hát sajnálják a villát. Megazdtam műanyag kést. Kérni akartam még egyet, de hát nem adtak. Mondom, elég nekem egy pár harapás golfi, csak megkívántam. Tudod, eszembe jutott, azt megkívántam a módácsát, aki így szoktam. Na, ennyi. Ehol vagyok-e? Dolgozom ezerrel. Na, Edward, na. Na, Edward, te vagy az? Edward. Tiszta viccek vissza kell adni. Lehet otthon is ilyenne lesznek. Ja. Azért adni. Azért. Ja, ja. Nem fájt a töltés. Pedig szerettem ide jönni. El is teltem vele. Vissza kell nekik vinni, és azt megetted, ha ennyire sajnálják. Vissza kell nekik vinni. Visszaadom, visszaadom. Beadom a kés meg a villám. Köszönöm, Edittem. Csókollak. Ezt tudom neked. Edd, mámi. Nem kell. Úgy, na ennyi volt, igaz se volt. Ahabel ez, hóbel ez eltüntettük. Itt van, megmaradt ez is. Ja. Köszönjük szépen. Na. Most mi lett volna abból, hogyha adnak még egy ilyen, de ilyet, ilyet adnak-e? Kivizettem volna inkább. De annyira tartózkodó, hogy úgy mondta, hogy nem, nem adunk, azt mondja, egy gofrihoz, egy szett. Kész, mondom, ketten akarjuk. Majd beadom neki, koszmossák el. De ma. De, jó, meg is döglenék. Nem fognak minket ide többet engedni, az biztos. Mi, kik ők? Nem engednek ide, nem szolgálnak. Például kapan az könyvbe. Nem szolgálnak. Hogy működik ez? Amúgy is már favilla kellene, nem az a műanyag. Hát amúgy, hogy már jobb műanyag. Nem, nem ez az, hogy most kértünk. Mi van akkor? Én meg adok nekik. Az baj. Ők nem adtak, én meg adok nekik. Hát letakarítottam az asztalt. Le kell. De jól teszed, de fajta vagytok. Na jó, gyerünk. Gyerünk, Kimet. Már ideges vagyok. De hol a kuka? Pedig azt a kizik. Most rátok el, hogy lehet használni. Ki szoktál dobni? Nem is tudtam. Sziasztok! Sziasztok. Ja. Ja. Nagy komolyan a nő. Azt mondja, mosjátok el. Azt mondja, azt hittem el. Azt mondja, nő ki szokta dobni. Fogd már meg a táskámat, nem bírom. Már fordítani olyan nehéz. Láttál ki legalább. Aha, vettem. Vették. Én mutattam. Honnan mosjátok el? Azt mondja, hogy ki szoktam dobni. Azt mondja, azt hittem el szoktátok mosni. Jó tette, ez jó volt. Na, így kell amúgy. De nagy forma a nő. Ja, de jó. Tette a falkó. Jaj. Én bennem meg nincs erő. Itt van a villa meg a kés. Azt mondja, itt a villaje meg a kés, mosátok el. Azt mondja, anyu, ki szoktam dobni? Azt mondja, fak, azt hittem, el szoktátok mosni. Ja. Ó, de aranyosan még elköszönt, azt mondja, sziasztok!
Úgy csináltam, mint hogyha igen, normális lett volna. Normális lett volna. Ügyes vagy, folyak, hogy igazad volt, máskor is így legyettek. Így te... Nem kell velük foglalkozni, engedd el, eddig tartok. Ne engedd már, hogy idékes legyél. Felázat kell húzni, hogy szépen. Tudom, de ennyi jó, de legalább ez jó tetszett, és kihozd meg. Na, szia Füred! Bye-bye, Füred! Hirtelen nem kapcsoltak őt, nem? Nem. Jó mondod. Nem, hogy tudod, írja a kapcsolat megszakadt. Mindjárt olvasd vissza, amit írtam. Köszönöm, Szinti, ám a rózsát. Köszi, Szinti. Jó. Na, most már jó a hang. A Bluetooth véget. Mert a telefon rá van kötve a Bluetooth-hoz. Egyforma, de jó. Nem bírtam én nem. Ki? Mamma. Persze. Köszönöm, a szív lej engem. Köszi, csaj szív. Köszi, Szinti. Puszika. Én még sehol nem hallottam ilyet, hogy nem adnak villát, meg ilyen műanyag kés, meg műanyag villát. Sehol nem hallottam. Hát ez csúcs volt nekik. De arra merte mondani, hogy nem adok, mert egy kofrihoz egy villa meg egy kés jár. De mondom, ketten akarjuk meg enni a kofrit. Szóval nem, szóval akkor csak egy kofrihoz egy kés egy villa jár. Na, spórolnak azon, de nagy szám. Csinos volt, csókollak, Zsani. Köszönöm, csajcsim. Hát, mik vannak itt Magyarországban? Annyit dolgozom, hogy 1000 éve nem láttalak titeket. Na, Mariannám, annyit dolgozol, húha. Pedig vagyunk minden nap amúgy, csak sok a meló, mi? Azt elhiszem, saját. Szép napot, rég voltam itt. Na, szia, Kira! Aha, tényleg, Kira, te is régen voltál itt. Jó utad, köszönjük! Körmömet vele tegnap... Árjátok már, csak is. Tegnap csinálta át meg nekem a körmömet. Tegnap. Úgyhogy ez tegnap lett kész ez a köröm. Szép kis egyszerű, rózsaszín kis kővel. Nagyon tetszik ilyen. Sziasztok! Szia, Brigikém! Köszi a rózsát! Annyira jó ízűen eszik, állandóan a férjed, mindig megéhezem, legyen megéhezem, nagyon jókat főzöl mindig, puszi, köszönjük drágám, puszillak, szemembe süt a nap és nem lát. A barátnőm csinálta meg most a körmömet. Így gyöngyösön dolgozik a barátnőm, és most ővelem mondom, most egy kicsit lazulok, most mondom, az én körmömet csinálják meg, most nem magamnak csináljam már mindig, úgyhogy ezt a barátnőm készítette, ezt a szettet nekem. Nagyon jó lett. Köszönöm, párom, várom, haza kb. Egy óra hossza, és haza ér. Na, na kirám akkor. Na, nem soká, akkor otthon van. Melóból mi? Bútyiból. Szép napot nektek is mindenkinek. Na most már tényleg Csini Barbi köröm. Ja, az lett. Olyan lett. Szép lett. Köszönöm a szívlej engemet, csókollak. Köszi, Katám. Várjál, csajszikám, mennyi.
Köszönöm. A rózsát is, Nóra. Köszi, Kata Csajszi. Puszi, Nórikám. Köszönjük az új szívet. Na, már gyöngyösen is vagyunk. Szia, Melinda! Szia, Melcsi! Köszi szépen! Köszi a gyapott csiga házat! Na, gyapott csiga házat! Köszönjük! Na, meg is van a 113. számú tag, aki csatlakozott a csapathoz. Köszönöm, Évám, a szívlej engem. Csókollak, Melindám, puszi! Köszönöm. Gyapott csiga ház. Itt van, az az egy olyan ajcsi, a gyapott csiga ház. Azt mondja, ilyet se hallottam mi. Szép lassan kocsikázunk, már hozom. Na, gyerekek, nagyon jó idő van már. Most megint, hál' Istennek, kisütött a nap. Az előbb megint esett az eső, és gatya. Aztán rossz kedvem lett, mert esett. Rituka ma nem ügyeletes, ma nincs köztünk. Legszebb páros vagytok. Én meg a natúr medvesajtot eszegetem. Ja, nincs köztünk. Milyen fajta az autótok? Ez egy kis merci kabrió amúgy. Sziasztok! Mi? Mire? Mire nem akarok? Várjál, nem láttam, mit írtál, Szintiám. Nem is látom. Itt 32 fok meleg. Hol? Köszönöm. Hol vagy? Hol, kirám? Hol van 32 fok meleg, kira? Rád, Szintia, tuti. Köszönöm a rózsát, drágám. A száddal kapcsolatban, de mindent elmondok, kérdezz nyugodtan. Így csináltattam a számot Gyöngyösön. Nem, nincs ról, nem privát dolog. Gyöngyösön csináltattam itt a Kohári út 10 szám, azt hiszem. A Lux Beauty-ba. És úgy hívják a Csajszit, aki csinálta, hogy Bodor Zita. Nem, nem fáj. Sziasztok, szia Zsuzsa! Mennyire jó az a csaj, aki töltötte, eddig Pestre jártam, de legközelebb lenne Gyöngyös. Nagyon ügyes amúgy, olyan szépen feltölti, meg nem fáj, meg nagyon jó zsibbasztó krémje van, olyan zsibbasztó krémje van, amit Amerikából, nem Magyarországról rendelte, Amerikából rendeli, Revolex hialuront használ, minden, tehát... Minden Revolex. Revolex-es a hialuron, amit beletölt. Jaj, csuklok, nekem a közepes sűrűségű töltötte be. Van ettől neki lágyabb is, de nekem a közepes sűrűségű kell, már nekem az szám azt is elbírja. Sőt, azt szereti. Somogyi vagyok. Brigi Somogyi, de ott 32 fok lesz. 32? Somogyba. Na. Reggel 9-ig hűvös, az kisütött. A nap egyre melegebb lett. Na, azt írja. 32 fokig melegedett az idő Somogyban. Tök jó. Nem furcsa így. Zsani, mi? Látok, alig látok. Nagyon szép lett. Köszönöm. Ja nem, hogy a szám, hogy nem furcsa, meg még gyógyul, mert még csak 8 napos a szám, és 2 hét a gyógyulási ideje. Úgyhogy még gyógyul. Még van még egy hetem, hogy kész legyen, teljesen gyógyult legyen. Éjjel volt eső csak. Aha, tegnap is volt. Nem, nem furcsa a szám. Most mondom, meg is szoktam át. Meg amúgy ez nekem a negyedik töltésem, úgyhogy meg van szokva. Még duzzadt, igen, egy kicsit még duzzadt. Még csak 8 napos. Holott 2 hétnek kell eltelni. Értitek? Szerintem jobb volt úgy, hogy nem volt feltöltve. Nem tudom, nekem tetszik. Csak mondom, még mindig gyógyul, meg sűrűbb anyagot tetettem bele, nem azt a folyékonyat, hanem azt a sűrűbe. Jól néz ki ma is. Köszi.
ez miért jó? Hát miért jó? Mert dúsabb a szám, szebb. Aha, mi? Szép vagy amúgy. Köszönöm, hogy ittem. Szuper szép a szád, Meli. Hát köszönöm szépen. Gapsika. Bodor Zita, aki töltötte. Így van, Bodor Zita. Turai vagy? Nem. Bodor Zita, igen. Itt Gyöngyösön. A nagy busz megállóval szemben, ott a négy emeletesbe. Ott van neki a szalon. És ott töltöttük. Nem kék, és tényleg be se lilult, be se kékült. Egyáltalán nem. Köszönöm a rózsát. Köszi a Ditke. Na majd jövök hozzátok vissza, mert itt végig rossz az út. Köszönöm Anitám, a szép lejengem. Csókolla, puszi csajszi. Köszönöm Anita. Jól áll ez a száj. Köszi kirám, csókolla. Jövök hozzátok vissza, így pont itt ezen az úton csak úgy zörgünk, csattogunk, majd még beszélünk. Sziasztok, köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönjük az ajcsikat.